Sziasztok, David Kurta vagyok. Jó. Ez egy vasúti híd a Balatonfenyvesi kisvasúton, Pálmajon és Somogyszentpál között. Ugye most az érdekesség az, hogy látjátok, hogy betonaljakkal kipakolták itt az utat, és kiírták, hogy üzemi terület és belépi tilos, de korábban ez egy ilyen, hát olyan közös közúti vasúti híd volt. Aztán az utóbbi időben azt hiszem kétszer is volt, amikor itt ezért közúti jármű és vonattalálkozás sor került, nem a legjobb értelemben. Tehát valószínűleg azért lett most itt lezárva. Ugye látjátok, hogy itt ezt az utat is így ketté vágják ezzel. Tehát így gyakorlatilag megszűnt közös közúti vasúti hídnak lenni, úgyhogy jelenleg akkor már csak egy van Kisködén, amelyik ilyen funkcióval bír. Azt nézzétek, valaki meg itt hagyott egy napszemüveget. De nekem meg itt kell átmenni, úgyhogy most nem fog jönni legalább negyed óráig vonat, úgyhogy most átadom a biciklit. Na és akkor itt látjátok a hidat a másik oldalról. Hát itt is szépen körbe rakták betonaljakkal viszont. Nézzétek, tehát a 142-es kerékpárút meg itt vezet át. Balatonbike 355. Úgyhogy ez csak egy kis gyors kultavlog volt, hogyha meg úgyis a közelbe jártam, akkor ezt is megmutattam nektek. De hát ezzel így akkor megszűnt az utolsó kisvasúton, vagy a keskeny nyomtávú közúti vasúti híd is az országban. És a Kiskörein kívül már egyáltalán nem maradt. Viszont a Kiskörei az még sokáig meg fog maradni. Ugye nemrég újították fel, plusz egy tervben sincs, hogy ezt kiváltják valamivel. Ugye hát az a 70-es évek óta nem sikerült, mert akkor ugye az volt a terv, hogy amikor megépül ott a Kiskörei erőműnek az útja, ami ugye az erőműen keresztül vezet, akkor majd arra áttevelik a forgalmat, de hát ugye nem épült elég szélesre, ezért ugye a két sáv nem fért el rajta, és akkor ezért maradt meg végül a Kiskörei Tiszahíd. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna, köszi, ezt is megnéztétek, sziasztok!